Az eddigiekben beszéltünk a DNS-ről, a mutációról, a génekről és az allélokról, és szinte már ott volt a nyelvünk hegyén, hogy Missouri típusú lóműhüvely, helyett evolúció. Ami mit is jelent tulajdonképpen? Az élővilág evolúciója a biológiai populációk örökletes tulajdonságainak összetételében történő folyamatos változás nemzedékek láncolatán keresztül. Hogy mi? De nem valami fejlődést jelent, hogy a majomból ember lesz? Meg van az, amikor az idióta hal kiúszik a partra, és lábban ő harákol kettőt, aztán már is tud szaladni, meg lélegezni. Nem ez az evolúció? Hát, majdnem, de nem. Kezdjük az elején. Mi az a biológiai populáció? Az egy fajba tartozó egyedek azon csoportját, melyek ugyanazon a földrajzi területen élnek, és az egymással való szaporodásuk lehetősége fennáll, populációnak nevezzük a genetikában. A szaporodási lehetőség viszonylag tágan értelmezendő, mert például a Los Angeles-i férfiak és Jennifer Lawrence azonos populációba tartoznak. Ha a populációt ledaráljuk egy turnixgépben, majd leszűrjük és megszámoljuk az összes gént az alléliaival együtt, akkor megkapjuk a populáció örökletes tulajdonságainak összetételét. Ennek a változása többféleképpen lehetséges. Vegyünk egy nagyon egyszerű szlörty populációt, amely csak két egyedből áll. A szlörty szín génre nézve kálmán XSXK genotípusú szlörty, Piri pedig XSX0 allélokat hordoz. A populáció allél összetétele tehát 50% XS, 25% XK és 25% X0. Kálmán és Piri utálják egymást. K***anyád! Tied. Pehjükre rajtuk múlik a populáció fennmaradása, így hajlandóak áldozatokat hozni. Összebújunk. Aha. Hogy melyik alléljukat örökítik tovább, véletlenszerű. Így a következő generáció génösszetétele nem feltétlenül az eredeti tökéletes mása. Kálmán és Piri utódai történetesen XSXS és XSX0 genotípussal bírnak. Az ő generációjukban az allél összetétel 75% XS és 25% X0, tehát XS aránya megnőtt XK-hoz képest olyannyira, hogy XK el is tűnt. A véletlenszerű hatások miatti változásokat a populáció allél összetételében genetikai sodródásnak nevezik. Ennek ékes példája az öröklődés random jellege miatti változás, de sok más nem kivéthető esemény és genetikai sodródáshoz vezet. Például, ha valaki a WC-n ülve facebookozik, és közben a fejére esik egy 3,5 tonnás üstökös, akkor a génjei törlődnek a populáció állományából. A genetikai sodródás a kis számban jelenlévő allélokat akár végleg el is tüntetheti. Ha Kálmán és Piri utódai, mondjuk Jajne és Persej szaporodnak, igen, tudom, vérfertőzés, de csak ketten vannak, mit csináljanak. Szóval a harmadik generációban az X0 allél jó eséllyel szintén kiszáll a játékból. Amikor a populációban egy adott génnek csak egyféle allélja marad fenn, onnantól kezdve csak az öröklődhet tovább, a sodródás tehát leáll és a tulajdonság úgy mondjuk rögzül. Volt is egy film a Begylakó vagy mi, amiben Kotor Maglód biológus a következő kép jellemezte a genetikai sodródást. Csak egy maradhat. Egy nagy populációban, ahol az egyes allélok rengeteg példányban fordulnak elő, a génállomány számtalan nemzedéken át sodródik jobbra, balra, föl, le, keresztbe, hosszába, otromba, goromba, de az allélok eltűnése idővel így is statisztikai bizonyosság. És a kiesett allélok nem sodródnak vissza. A genetikai sodródás nemzedékről nemzedékre változtatja a populáció örökletes tulajdonságainak összetételét, így az evolúció egyik mozgató rugója, ám idővel mindenfajta változatosságot megszüntet. És mennyire kínos már, ha a feleséged az anyukád kiköpött mása. Persze, ha körülnézünk, hál' Istennek nem ezt látjuk. Az élővilág változatossága mindenkit pofán ver, aki nem egy disperzites vödörrel a fején tengeti az életét. Ez csak úgy lehet, ha a sodródás ellen is dolgozik valami, és teszem azt a kisodródó allélok helyére, folyamatosan újakat termel. Ezt pedig kedves öreg barátunk, a mutáció teszi. De valami még hiányzik.
ugyanis mind a mutáció, mind a genetikai sodródás teljességgel random jelenség. Ha csak ezeken múlna, mindannyian össze-vissza kaotikus bleh gombócok volnánk bármiféle értelmes szerkezet nélkül. De nem ez a helyzet. Az élet a bolygónkon csodálatosan összerendezett. Itt van például ez a marha. Füvet eszik, pedig a fű ehetetlen szar. A marha szája, nyelve, fogazata, a négyüregű gyomra és a hosszú, fingós belei azonban kitűnően emésztik a füvet. Teszik mindezt rengeteg gén összehangolt munkájának eredményeként, mintha a marha fűevésre volna tervezve. Ez nem lehet pusztán véletlenszerű folyamatok eredménye? Hát nem is az. Talán magától értetődő, hogy csak azok az élőlények adják tovább a génjeiket, amelyek szaporodnak. Ehhez jól jön, ha az ember nem förmed meg idejekorán, van kedve szaporodni, és talál hozzá együttműködő partnert. Mindeközben a természet igyekszik lépten nyomon kibaszni velünk. Hideg van, meleg van, nincs víz, túl sok a víz, nincs kaja, vagy van, de menzás, megesz a cápa, felfal a medve, és mindennek a tetejébe Piri Kálmánt választotta helyettem, csak mert ő nem úgy néz ki, mint Picasso 1972-es önarcképe. A természet minden élőlényt próbára tesz a saját környezetében. A rátermett egyedek többnyire átvészelik a próbát, és a génjeiket továbbadják az utódaiknak. A boldogulni képtelen egyedek viszont jobbára utód nélkül halnak meg, így a kedvezőtlen tulajdonságokat kódoló génjeik sem jutnak át a következő generációba. Az előnytelen génváltozatok idővel eltűnnek a populációból, miközben az előnyösek elszaporodnak. Ez a folyamat, a természetes kiválasztódás és a mutációval meg a genetikai sodródással szemben határozottan nem véletlenszerű. A mutáció tehát össze-vissza termeli az új géneket és allélokat, a természet pedig kidobálja a hátrányosakat és megtartja az előnyöseket. A genetikai sodródás mindezt megfűszerezi némi szerencse faktorral, hogy egyetlen mutáns allél se érezze lezsírozottnak a sikert. De mitől lesz egy mutáció előnyös és mitől hátrányos? Erre nincsen fix képlet, a besorolás mindig környezetfüggő. Ha valakiben tüdő helyett a Dallas 7. szériája fejlődik ki VHS kazettán, az szinte minden környezetben halálos ítélet már a megszületéskor, így hátrányosnak mondható. De vajon ha egy szőrtűszőből nem egy, hanem három szőrszál nő ki, az szerencsés vagy nem? Nos, ha a környezet hideg, akkor igen, ha meleg, akkor nem. Ha meg hol hideg, hol meleg, akkor a franc se tudja. Majd a fűben kuporgó, enyhén szalamandra szarszagú zoológusok megfigyelik és kiszámolják. Persze a mutáció hatása nem csak a csapnivaló és a kiváló értékeket veheti fel. A kettő között széles spektrum terül el, és minden mutáció, amelyik nem gátolja a gének átjutását a következő generációba, az megfelelt a természetes kiválasztódás szempontjából. A populációban fennmaradó mutációk jelentős hányada így semleges, se különösebb előnye, se különösebb hátránya nincs. Az egyes tulajdonságok haszna azonban változhat, ha egymással versenyezni kényszerülnek. Például macskaként éppen hogy gyorsabbnak lenni az egérnél csak addig hasznos, amíg van belőle elég, és nem kell versenyt futni érte egy még gyorsabb macskával. Ha pedig nincsen egér, felesleges a rohangálás, helyette le kell igázni az emberiséget. Az élet ma nagyon más, mint évmilliárdokkal ezelőtt, mert a biológiai populációk folyamatosan változnak. A mutáció a változás motorja, a természetes kiválasztódás pedig a kormánya, így a változás mindig a környezethez való alkalmazkodás felé halad. A genetikai sodródás meg a lambda szonda, vagy mit tudom én, nem értek a kocsikhoz. Mindegy, ez az evolúció. Annak idején ezt ismerte fel Charles Darwin és Alfred Wallace. Utóbbiről valahogy mindenki megfeledkezik. Persze akkor még senki sem tudott a DNS-ről, a génekről és a mutációról, és az egész ötlet annyira bizarnak tűnt, hogy mindkettőjüket körberöhögték és megdobálták taknyos papír zsebkendővel. Most bezzeg, ők nevetnek. Ja nem, mert már meghaltak. Mindegy, igazuk volt. De akkor az evolúció végül fejlődés vagy nem?
És honnan jönnek a különböző fajok, az életről nem is beszélve? És az, aki segít a gyengéken, az az evolúció ellen dolgozik? Egyáltalán biztos, hogy igaz ez az egész, hiszen az evolúció csak egy elmélet. Nos, a következő részben tisztázzuk a félreértéseket. A videóban elhangzott szakmai információ hitelességét Szabó Krisztián zoológus géniusz ellenőrizte. Érted? Géniusz. Köszönöm neki. Külön köszönet illeti az Állatorvos csatorna egyre bővülő patrónus táborát. Ha már eddig eljutottál, akár lájkolhatsz, kommentelhetsz és fel is iratkozhatsz. Sőt, ha jó napod van, még támogathatod is a csatornát a Patreonon.